kicsomizók, én Kiki vagyok, és megy rózsaszín dobozzal érkeztem. Már nagyon izgatott vagyok, hogy mi lehet benne. Nézzük is meg! Fú, nagyon izgulok. Oh, imádom ezeket a labdákat, de előbb nézzük meg a borítékot. Azta! Erre pedig majd én írok valamit. De nézzük a kérdést. Hogyan készülsz a sulira? Fú, hát főként lélekben készülök, azt hiszem. Annyira szeretem a nyarat. Kár, hogy vége. Újra mehetünk a suliba, és kezdődhet a tanulás. Azért elég jó lesz találkozni az osztálytársakkal. Egy csomó mindenkivel nem is nagyon beszéltünk a nyáron. Jó, ez igaz. Az első hét úgy is laza lesz még. Lehet majd mesélni a többieknek, meg cseverészni. Azt mondjuk én is nagyon szeretem. Azért azt sem lehet mondani, hogy nem készültél fel a sulira. Ahogy láttam a füzeteidet, már eléggé fel vannak díszítve. És nem is szóltál, hogy csinálod. Csak mondom. Most akartam szólni, Mimi, esküszöm. Csak előbb el akartam kezdeni, mert te mindig sokkal gyorsabban csinálod, és én mindig lemaradok a díszítésben. Gondoltam, most egyszerre végezzünk majd. Jó, rendben. Akkor majd átmegyek, és díszítsünk. Jó, jó, csináljuk! Na de már csak egy-két nap van a suliig, és addig kicsomizók nem is fogunk találkozni. Ezért fel is teszem a kérdést, hogy milyen volt az első nap a suliban? A ti első napotokra is nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy mindenképp írjátok le nekünk kommentbe a közösségi fülön. Érdekes kérdés. Tegyük is bele a borítékba. Ígyni. Így. És postázva. Fú, nagyon izgulok, hogy mi van a labdák alatt. Hol vagy? Nem látom. Oh, ott már látok valamit. Azta! Ez mi lehet? Ez egy Shimmer's Sparkle márványos körömszett. Azta! Már a dobozát is imádom. Annyira imádok körmöt festeni. Na jó, mennyiféle szín. Fú, ezt imádni fogom. 8 féle szín van benne. És 8 éves kortól is ajánlott. Nagyon jó. Dekorálj színekkel, kövekkel és flitterekkel. Azt, amíg flitterek is vannak benne. Na jó. Imádom. És még matricákat is látok, és unikornizsos is van. Na jó. Én teljesen el vagyok ámulva. Nem is tudom, hogy milyen legyen. Már most gondolkozom rajta. Mennyi minden van még hozzá? Itt van egy használati utasítás. Erre pedig majd a körmöket kell rátenni. Ezen fognak száradni. Fesd, márványozd a körmeidet. Fú! Azta! Itt van az előkészítés. A rózsaszínen fogunk dekorálni. Majd pedig ezen a kékkel fog megszáradni a köröm. És nézzétek, utána már fel is lehet ragasztani. Remélem sokáig ki fogja bírni. Nagyon szép lesz. Na de hogy hogyan is csináljuk? Az első lépés az a díszítés. Mindenképpen el kell döntenünk, hogy milyen legyen. Pöttyös, csíkos, sokszínű, többszínű, szivárványos, stb. Aztán ki kell hozzá természetesen választani a színeket. Van rózsaszín, kék, zöld, lila, fehér, sárga. Végül pedig csürd és csavard, azaz még fel lehet dobni a műanyag pálca segítségével. Mindenképpen kipróbáljuk. És még pár tippet is kaptunk. Óvatosan fogd meg a körömtartó gyűrűt. Ne maszatol túl, mert egy nagy paca lesz a végeredmény. És használd a csipeszt,
ha esetleg közben elmozdulna a körömtartó gyűrű. Hát ezek nagyon fontos tanácsok voltak. Hagyd lecsöpögni és megszáradni. A száradás 40 perc. Az nem is olyan sok. Akkor addig majd megnézegetem a köveket. Gyorsan eltelik az az idő. Ha már megszáradt, utána könnyen fel lehet ragasztani. Majd megmutatom. Oké. Akkor most nézzük meg a hozzávalókat. Ez lesz az, amin majd festjük a körmöket. Nagyon tetszik. És itt vannak a körmök. Ők az egész művelet főszereplői. Ugyanis ezeket fogjuk majd a körmömre felragasztani. De most egyelőre ide teszem őket. Így. És ezeket is. Mennyire jó az összes körmömre van. Hát nagyon szép lesz. Vannak kisebbek és nagyobbak. Körömmérettől függően. Ezt is ide teszem. Mik vannak még itt? Még van egy pár. Azt hiszem, hogy 8 darab van összesen. De le lehet őket szedni, és könnyen lehet újra használni. Úgyhogy akár még egész évben is lehetnek ilyen körmeim. Mik vannak még itt? Ezek a ragasztók. Kétoldalú ragasztó, ezért könnyen lehet újra használni. Ezek pedig a csillámok, flitterek és ragasztók. Azta! Imádom! Még itt is van egy. Ez lesz a kedvencem. Unikorn is, szívecske, cseresznye, szivárvány, virág. Mennyire jó! Ezek pedig a színek. És a fedőlap. Ja, és a pálcigákról se feledkezzünk meg, amivel majd felkenjük ezeket a gyönyörű festékeket. Hát mennyire jók! 8 féle van. És nagy szerencsémre a rózsaszínből 2 van. Tudták, hogy nekem kell készíteni? Azta, ez a fedőlak. Ettől még márványosabb lesz. Nagyon-nagyon jó. Ezek pedig a pálcikák. Ezekkel kell majd felkenni, és a csipesz segítségével pedig a flittereket fogjuk megfogni, és a matricákat. De jó! Hát akkor kezdjük is el! Őt választom. Ide is teszem. Jól nyomjátok rá, hogy stabil legyen, és el ne mozduljon. A narancssárga lesz az alap, úgy gondoltam. Mivel nyárban ezért legyen most egy kis sárga. A narancssárga, főleg ez a nagyon brutál narancssárga szín, ez most nagyon divat nyáron. Csomó mindenki ezt hordja. Úgyhogy akkor a körmünk is legyen divatos. Így nagyon egyszerűen fel lehet tenni. Még jobb, mint az ecset. Hú, de jó! Azta! Igazán szép színe van ennek a narancssárgának. Fú, nagyon könnyű elkenni. Meg is lepődtem. Azt hittem, hogy ezzel a pálcikával sokkal nehezebb lesz. És itt tök jó, hogy nem tudunk kimenni a vonalból. Nagyon jó, és a körmünket csekenjük össze, vagy a bőrünket. Nagyon tetszik. És utána elég könnyen le lehet szedni. Nekem mindig az a legnagyobb problémám, hogy amikor festem a körben, mindig kimegyek a vonalból, és nagyon nehezen szedem le a bőrömről. De ez így nagyon jó megoldás. Most pedig egy kicsit díszítsünk. Mondjuk ezzel a fehérrel. Több színt is tudunk használni, mert nagyon sok ilyen kis pálcikát kaptunk hozzá. Ide egy kis pöttyöt, meg még ide is. Most bepöttyözöm az egészet, és utána ezeket el tudjuk kenni, és nagyon-nagyon jól fog kinézni, és ilyen szép márványos mintát kapunk. Annyira jó lesz! És ez olyan lesz mondjuk, mint a gyurma meg a festék, amikor egy kicsit összekeverednek a színek, tudjátok. Én imádom, ha festek is, akkor is úgy szeretem a színeket összekeverni. És szoktam olyat is, hogy amikor esetleg nincs olyan körömlakom, amilyen kéne, akkor összekeverek többet, és nagyon jól néz ki. Most még egy kékkel is díszítsünk. Ezekkel is pöttyöket fogok tenni. Fú, nagyon brutál színe van ennek a kéknek. Azta... és elég könnyen felvihető.
És még a narancsárga sem mosódik el közbe. Azta! Hát ezt imádom! De sietnünk kell, mert hogyha a narancsárga megszárad, akkor nehezen tudjuk majd összekeverni. Úgyhogy sietek. Így, mindenhova egy kis pöttyöt. Ide is. És ide is. Most már csak két köröm maradt. Á, de ezen túl kevés van. Fú, de menő nyári körmöm lesz. Azta, már nagyon izgatott vagyok, hogy rajta legyen a körmömön. És ez a rózsaszín pálcika pedig arra való, hogy márványos mintát csináljunk belőle. Mennyire jó! Igyekszem követni az útmutató mozdulatait. Ti is mindenképpen tegyétek ezt. Nagyon fontos, hogy nem szabad össze-vissza pacsálni, ugyanis akkor nem lesz szép, hanem szépen lassú mozdulatokkal, kis mozdulatokkal, ez nagyon fontos. Úgy húzogassátok ezt a kis pálcikát. Meg is száradt, úgyhogy jöhet rá a fedőlak. De előbb még csodáljuk meg. Hát mennyire jó lett. Igazi nyári körmök. Mondjuk választok hozzá egy narancsárga felsőt, egy fehér cipőt, és egy kék nadrágot, és meg lesz mind a három szín. Na jó, nekem megvan az idei kedvenc outfitem. Azta, de jó! Mennyire jó! Ezt a körömlakot is annyira jól fel lehet kenni. Nagyon tetszik. Ígyni. Ebből sem kell sok, csak pont a tetejére, hogy még márványosabb legyen. Így. Ezzel kész is volnánk. Most pedig hagyjuk, hogy ez is megszáradjon. De várjatok! Majdnem elfelejtettem! Hát hol maradnak a matricák és a flitterek? Fú, hatalmas hiba lett volna, hogyha azokat kihagyom. Választottam egy kék szívecskét. Most ezt fogom ide rárakni. Mennyire jó! Ez a kis csipesz is annyira sokat segít. Nagyon-nagyon könnyen fel tudom rárakni a dolgokat. Ez pedig egy csillag. Nagyon tetszik. De várjatok! Az unikorn is ki ne maradjon, úgyhogy abból is majd biztos, hogy teszek. De már most nagyon tetszik. Látjátok? Ott a szívecske és a csillag. Mennyire szép. De lehet, hogy most kiadom a csillámokat, mert akkor már túl sok lesz. De biztos, hogy azokat is ki fogom próbálni. Na, melyik legyen? Mondjuk legyen a muffin. Imádom a muffint, meg a fánkot, meg a tortát. Jaj. Ha beszélek róluk, már éhes vagyok. Unikornis, az unikornis nem maradhat ki. El ne feledjétek, ha ilyen körmöket csináltok, az unikornisokat ki ne hagyjátok. Az a legfontosabb. És még fagyi is van. Azta. Most pedig ide tesszük. Még egy picit hagyjuk száradni. Ígyni. Na most jön a legkicsomisztikusabb pillanat. Ugyanis leszedjük a körmöket és ráragasztjuk az enyémre. Na jó. Most segítségül hívjuk a kétoldalú ragasztót. Ahogy már előbb mondtam, nagyon jó dolog. Ugyanis le lehet szedni és újra fel lehet használni. Így. És rá is ragasztom. Jól nyomogassátok rá, hogy le ne essen. De ahogy érzem, elég erős ez a ragasztó. Úgyhogy ez könnyen fog menni. Így, jól rányomogatom. Én imádom, és még a gyűrűmhöz is megy. Na jó. Mennyire jó. És ez a fagy is nagyon tetszik rajta. Így. Most már a másik kezemen is rajta van. Hát ez nagyon tetszik. Hopp, ezt rossz helyre ragasztottam. Na de gyorsan ki is javítottam. Készen is vannak a csodaszép nyári körmek. Nektek hogy tetszik? Én imádom. Már csomó ruhadarab a fejembe van, amit fel tudnék hozzájuk venni. Nagyon-nagyon tetszik. Fú, ez a kék szín annyira feldobja, és nagyon jó, hogy narancsárgát választottam alapnak. Mert nem olyan sok, pont jó. Olyan sportos elegáns, tudjátok, ruhákra is szokták ezt mondani. Nagyon-nagyon jó.
mindegy kicsit itt elpakolok. Én imádtam! Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, és írjátok meg a közösségi fülön, hogy ti milyenre szoktátok kifesteni a körmeiteket. Sziasztok! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!